Az évvége közelettével megtartotta utolsó ülését a Kaposmenti Területi és Vidékfejlesztési Társulás Dombováron. Az aktuális napirendi pontok mellett a jövő évi tervekről is szó esett. Az évvégi ülésünkön próbáltunk rövidre fogni, és nyilván olyan napirendi pontokat megtárgyalni, amelyek nélkül a jövő évet nem tudjuk elkezdeni. Ezek közül kiemelkedett a médiában való megjelenésünk, mind az írott sajtóban, mind pedig a televízióban. Társulás megtárgyalt és pénzügybizottság javaslata alapján elfogadtuk a 2022 évi erre vonatkozó szerződés tervezeteket, és töretlenül tudunk tovább haladni ezen az úton, hiszen azt gondolom, hogy a Kaposmenti magazin, amelyik évente megjelenik 6-szor, térség minden településére eljut, illetve a Kaposmenti magazin, amelyet a Tolnatáj TV-vel együtt közös műsorként jelenünk meg minden kedden, nagyon nagy sikert aratott 2021-be, hiszen nagyon sokan nézik, és egyetlen megjelenési formája ma Dombavárnak, hiszen a testületünk úgy döntött, hogy egy tisztességes híradónál több hír Dombaváról mi nem tudunk összeállítani. Mindezek mellett nagyon fontos még, hogy a megyei híradóban megjelenünk aktualitásokkal, és nyilván nagyon remélem, hogy 2022-ben is tudunk kellő mennyiség anyagot nyújtani, és Dombaváron olyan dolgok fognak történni, amelyeket érdemes megnézni Tolna megye minden lakosának. Pandémia rányomta a mi munkánkra és a bélyegét. Nyilván digitális kapcsolattartás mellett tudtunk haladni előre. Remélem, hogy ez a társulás, amely most már hosszú évekig együtt működik, nyilván menet közben többször váltottunk nevet, de azt gondolom, hogy egyértelműen látszik, hogy a 16 településnek, Novál Járos településének össze kell fogni, akkor tudunk sikeresek lenni, és ennél hatékonyabban azt gondolom, hogy nem lehet szervezetet működtetni. Nagyon fontos, hogy ebbe a szervezetbe belefolyt még a Líder Egyesület is, hiszen a Hacs Egyesület, amely Tolnában két járást, a Dombvárat és a Banyád is foglalja magába, egy munkaszervezettel tudjuk ellátni, és nyilván Noszadély Balázs elnökkel nagyon jó együtt tudunk dolgozni már hosszú évek óta. Az ülésen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki a település vezetők által feltett kérdésekre örömmel válaszolt. A települések vezetői azt tudják elmondani, egyáltalán a társulás is, hogy a 21-es év nagyon eredményes volt, mert gyakorlatilag azt nem mondom, hogy minden pályázatuk nyert, de szinte minden pályázatuk nyert, és nagyon jelentős fejlesztéseket tudtak megvalósítani, illetve már van arról információjuk, hogy a következő pályázatok is nyertek, és meg tudnak kezdődni a beruházások. Az egyik legjobb programja a kormánynak a Magyar Falu program, ami kis településeket érinti, és jelentős fejlesztési forráshoz juttatja őket. Szeretnénk ezt továbbvinni, és megemelt összegekkel kérni a pályázatokat. A jövőt illető fontos kérdések átvitatása után kötetlen beszélgetéssel zárta a 2021-es évét a Kaposmenti Területi és Vidékfejlesztési Társulás.